Néptáncosok a színpadon a Baranyai Hidas helyi programján. A falu híres szülöttére emlékezve rendezik meg évente, június elején a Kardos Fesztivált. A Hidasi Tájházér Egyesület a 2000-es évek második felétől kezdte ezt a hagyományt. Ugye jelen pillanatban én vagyok a Tájházér Egyesületnek a vezetője, de az elődöm, Videc Ferencné Marika néni, ugye tulajdonképpen ő álmodta meg ezt az egészet, és a település valamikori földesurának, Kardos Kálmánnak, aki egyébként Pés alispánja is volt, és országgyűlési képviselő, tehát tulajdonképpen a falunak egy úgymond híres szülötte, hogy ennek emlékére, hogy e köré építettük fel ezt a fesztivált. A fesztiválon fellépő együttesek, amatőr zenekarok vagy táncegyüttesekket próbáltuk úgy felhívni, vagy összehívni mindig, hogy lehetőleg pont az amatőr jellegre tekintettel, illetve hát az, hogy ugye minél több nemzetiségű legyen ez a műsor. Ugye mai napon voltak roma fellépőink, most lesznek a Hidasi helyi néptánc együttes, akik ugye a székely hagyományokat elevenítik fel, és illetve hát a műsor zárásaként majd a mecseknádasdi német egy nemzetiségi együttes fog táncolni. Tehát próbálunk egy ilyen kicsit nemzetiségi szinten is több színűt adni, akkor a fellépőknek az életkorában is, tehát ugye vannak gyerekcsoportok, ugye azért meg akarjuk mutatni, ha más nem a helyieknek, de az ide látogatók is ugye, hogyha eljönnek, akkor azért lássák, hogy itt Hidason is igenis, hogy vannak ügyes iskolásaink, ügyes óvodásaink. Nemzetiség is bemutatkozott a színpadon, köztük a székelyek tánccsoportja. Hidasra 1945-ben települtek, itt telepítették be úgynevezett bukovinai székelyeket. A helyi német lakosság nagy részét, szinte 70-80%-át is ugye kitelepítették akkori Németország területére, de jelenleg itt maradt német lakosok, és ezt kiegyenlített különféle népeken, nációkkal úgy mondjam, de jelenleg éppen a roma kisebbségnek a táncát látjuk, tánccsoportját, de ezen az alkalomkor német együttesek is szerepelnek, mint a jelenleg éppen a színjátszó csoportunk egy gyermek is német játszát, vagy nem is tudom mit ad elő, és mint a bukovinai hagyományőrző néptánc egyesület, mi képviseljük a székelységet. Az első blokkunk a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület felnőtt csoportjától nyárádmenti táncokat láthatnak, majd ezt követően a gyermekcsoportunk Vonatra várva címmel, a koreográfiánknak a kis címe, ugyanis a Bukovinából való Bácskába telepítés alkalmával a vonatra várták az állomáson, és örvendeztek gyermekek, felnőttek, szinte táncra perdültek, hogy hazajöhetnek úgymond az óhazába, ismét Magyarországra. És abból készült egy koreográfia, majd a harmadik blokk szintén a felnőtt táncosaink mezőségi táncokkal fognak szórakoztatni a közönséget, melybe és mely keretében megemlékezünk az összetartozás napjáról is. A táncosok között ott volt a művészeti vezető fia is. 2008-2009-ben voltam először Bonyhádon táncházba. Az egy nagyon egyedülálló táncház a Bonyhádi, szerintem az országon kevés olyan van. Most azért mondom, hogy egyedülálló, hogy nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, vagy ha más táncához képest, mert egyszerűen egyedülálló. És akkor ott elkapott ez az őrület. Akkor hát tulajdonképpen az összes táncos barátom így kezdte. Szerette volna fölkérni a kiszemelt lány, de hát az kéne tudni egy-két lépést. És akkor evidens volt a helyi táncos csapat. Bonyhádon táncoltam egy darabig, és akkor 2011-ben, ha jól emlékszem, akkor megújult a Hidas Néptánc Egyesület. És akkor a vezetőségi cserélődött, a új tagok jöttek. És akkor kezdtem el 11-től Hidason táncolni, egészen 2015-16-ig, és akkor elkerültem külföldre,
Pécsre, és akkor ezt a táncházas dolgokat inkább úgy Pécsen éltem meg. Tehát nem tudtam úgy ingázni, tehát elmaradt ez a hidasi csapat, viszont tehát ugye a tánc szeretete megmaradt. Akkor később elkezdtünk hegedülni ismerősökkel, barátokkal, kis zenekar, kis bandák, és akkor benne maradtunk ebbe a dologba. És akkor erre a mai alkalomra úgy volt elvileg az eredeti felállás, hogy nem lesz teljes a csapat, nem lesz meg a teljes létszám, és akkor úgy visszacsábítgattak régebbi táncosokat, köztük engem is. És akkor, de hál' Istennek végül is úgy alakult, hogy mindenki el tudott jönni, majdnem a teljes csapat. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy egy 3 vagy 4 éves kihagyással most akkor újra itt táncolok hidasan. Hát ezekben az egyesületi berkekben. Aki néptáncol, az általában foglalkozik a népzenével is, vagy a hagyományőrzésnek egyéb ágaival, vagy néprajzos beállítottságú. Én úgy vettem észre, hogy ezek az embereknek a gondolkodásmódja a mai világban, hát hogy is mondjam, sokkal inkább előre viszik az embereket. Tehát itt az értékekre gondolok, gondolkodásmódra. Ezt tudom mondani egy első körbe. Hát jó, hát mi nyilván azért szeretünk táncolni, gondolok itt a rokonokra, vagy a barátokra itt a környéken, mert hát tehát jól esik az az érzés, amikor tanulunk egy táncot egy oktatótól, és pontosan tudjuk azt, hogy 100 vagy 150 évvel ezelőtt ugyanígy táncolták a dédszülők, vagy az ükszülők, még annak idején kint Bukovinában akár, vagy határon innen túl. Hát szerintem ez egy szép dolog, jó dolog. Meg hát a néptáncos közeg az egy nagyon összetartozó, nagyon jó kis csapat. Akárhova megyünk a világon, szerintem ezt így érdemes ápolgatni. Meg hát, hogy az emberek kicsit táncot tanul, zenét, hát kevesebb nem lesz tőle, csak több, azt mondom. A településen 1990-en laknak, közülük közel 8%-uk németnek, 4%-uk cigánynak, 88%-uk magyarnak mondja magát a 2011-es népszámlálás adatai alapján.